Egy ilyen igazi rossz csont kisfiú, akit sokszor nehezebb nevelni, aki lefárasztja a gondviselőjét, de mégis a gondviselője veszi újra és újra a fáradtságot, és mindig megbocsát neki, és mindig magához öleli, és mindig azt mondja, hogy jó, itt egy tiszta lap. És azt a tiszta lapot aztán majd újra bemocskolja természetesen, és aztán megint kezdődik ez az egész előről. Miközben próbáltuk, meg miközben játszottam, nagyon sokszor a tékozló fiú jutott nekem eszembe, ami az egyik kedvencem a példabeszédekből, hogy csinálhat az ember bármekkora hülyeséget, hogyha az ember magában néz, lehatja a fejét, és azt mondja, hogy igen, ez most tényleg hülyeség volt, de jó lenne újra magamhoz ölelni a mennyei atyánkat, akkor ott a lehetőség. És ez egy nagyon-nagyon jó örömhír, ez tényleg felszabadító érzés.